November 26-án már harmadik alkalommal szerveztek hálaadási ünnepet az iskolában, ahol a gyerekek fele tanulja az angol nyelvet. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek az angol száz országok kultúrájának, ünnepeinek és szokásainak megismertetésére. Próbáljuk itt megjeleníteni azért a Mayflower hajóval, egy kicsit foghatóvá tenni, hogy az emberek mit is élhettek akkor át, hogyan jutottak el ugye a tengeren túlra, és egy picit az ételekkel is próbáljuk ezt hangsúlyozni. Most karamellás almát készítünk például, ennek nagyon nagy sikere van, és szeretünk volna valami mást is, de a gyerekek erről nem akarnak lemondani, ez nagyon ízlik nekik. A hálaadást minden év november 4. csütörtökén ünneplik az Egyesült Államokban. Ennek egyes elemei a pulyka, a Mayflower hajó, a karamellás alma mind-mind megjelentek ezen a délutánon, melyet a tombola és a diszkó tett még vonzóbbá a gyerekek számára. Egy nappal később november 27-i csendes nap már az adventre való készülődés jegyében telt az iskolában. A reggeli áhítat után minden osztály elvonult, hogy osztályfőnökeik irányításával Betlehemet készítsenek különböző technikákkal. Már láttam, hogy voltak, akik tegnap elkezdték, szülők segítségével itt kint az iskola előtt egy nagy tényleg élethű Betlehemet. Mindenki hallottam, hogy most hungarocellából is valaki csinál, valaki legót, meg duplót hozatott. Tehát igazából ezt az osztály maga eldönthette, hogy hogy szeretné, és ez bent marad az osztályban egészen a karácsonyi ünnepi, karácsonyi időszakban. A Betlehemekkel egy időben minden osztály csillagokat készített, mégpedig annyit, ahány gyerek jár az iskolába. Egy szalagot felkötnek majd a fűtéscsőre, vagy a függönynek a karnisára, és minden nap más kisgyermeknek a csillagját rakják rá, mint egy adventi naptár gyanánt. Ezzel szimbolizálva igazából azt is, hogy ahogy a legfelső csillagtól közeledünk ide, úgymond a földre, ugyanez történt karácsonykor is, hiszen Isten a mennyből, amit mi igazából helyileg nem tudunk meghatározni, lejött ide közénk a földre, és ezeket a csillagokat majd az utolsó napon összekavarják, kihúzzák, és ez karácsonyi ajándékgyanán mindenki hazaviheti. A csendes nap programjaival a vásárlási láz gyógyírjaként az ünnepvárás meghitt nyugalmát erősítették a diákokban.